Kíváncsi vagyok. Bocsi. Érdekes. Ó, a dupla forgás már megint, mert sose hagyja abba. Jó, csak ki akartam próbálni, hogy mennyire durva a cucc. Nem rossz egyébként, a Crucible Knight-et annyira nem cseszi, de mondjuk nem ment még rá a Frostbite. De mondjuk ki kell próbáljuk, hogy hogy megy ez az egész bildecske. Érdekes minden esetre, ha? Lehet, valahogy úgy kellene ezt csinálni, hogy így megnyomjuk ezt a cuccot, aztán bejövünk, aztán húzunk egy ilyet. Most nem fogja hagyni, hogy megígyem azt a kurva búsot. Milyen akarja ő ezt a halál dolgot, srácok? Baszódjam! A kurva anyára, tehát komolyan mondom, és csak folyamatosan cüköt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 
Igen, ezzel tudom, hogy sokan szoktak ezzel a Crucible Knight-tal, de persze gondolom early game-be. Nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy mennyire lehet ezt megoldani. Az én sem értem, miért nem megy rá a Frostbite build-up, de nem megy rá. Ez van, nem is kész. Igen, Mr. Misbegotten fuck, az elég... Az a baj, hogy azon a pajzson nem megy át semmi. Na, ez csúnya volt, mármint az én részemről. Na, és most kellene nekem a...
Úgy őszintén, majd még nem kezdte el a farkazást. De majd elfogja. Nem ez az a farkazás, amire gondoltam, de... velem most mi a... Hát akkor ez így nem jó. Meg kéne várni, amíg felrepül. Most jött meg a Frostbite. Oké, működni fog ez a fegyver, én úgy gondolom. Én úgy gondolom, hogy menni fog. Csak nagyon-nagyon hosszú idő volt a Frostbite build-up. Yeah. Oké. Na, és most, hogy ez megvan, mondanám, hogy nyírjuk ki a sárkány, de nem merem. Evéd, az a... De most a kélides cuccra gondolsz? Vagy melyik telepképre gondolsz? Mert ott van egy. A... Celia tunnelbe. Abba elvileg, de oda van waypointunk is. A Celia Crystal tunnelbe ott van, mert itt hatost keresünk, nem hetest. Csak hatost. Ebben van? Oké, megnézhetjük, csak ugye itt meg fogunk válni. De semmi baj. Nekünk hatos kell, nem? A Falling Star dobja. Ó, a boss-t kell megölni itt. Hát ez nagyon vicces. A Falling Star Beast-et akkor se tudnám megölni, ha fizetnétek. Legjobb volt. Legjobb volt. Úristen! Kapta? Nem tudom, merre van a boss. Nem már! Nem tudja meglőni, bazd meg. Tárd meg! Tárd
meg egyszer. Egyetlen egyszer. Nem. Nem és kész. Hol is volt az a... Jó. Talán arrafelé van a bosszot fent? Nem emlékszem már. Kérdezni, mi itt a terv. Jó. Négyes szomber. Jesus, Supersonic, köszi szépen, Nagy Miklós, neked is köszönjük szépen. Oké. Okay. Rock Blaster. Nem valami jó. Itt kellene legyen valahol egy shortcut, srácok. Lefelé. Á, az ott, ugye? Ez. És az így lejön ide. Már meg! Csúcs. Szóval Runark? Nem tudtam elképzelni. Jó. És most már megvan a shortcut lefelé. Ezek a szombárstónok. Azok mindig jól jönnek. Baszd meg a nyárat. Nem szártam. Szerintem azon a szűk helyen muszáj lesz rockslingezzünk. Azon a szűk helyen nem fogom tudni kinyírni bazzak azt a kurva izét. Faithful Canvas Talisman. Leszarom. Nem már, és nincsen shortcut hozzá, bazd meg. Ugye? Ó, és nincsen shortcut hozzá. Csak hogy tuti legyen, hogy megdögöljek.
nem hiszem develop, hogy a klasszoknak van így neve. Mármint a kezdő klassz, astronomer. Astrologer. Astrologer. Igen, nem astronomer. Hülye vagyok. Áó. Akkor most adhatunk a kardnak. Csúnyán, nem? Most már majd 9-es kell. És 9 meg 10. De a 10 az majd... ugye? Úristen, a Cary and Glyn Bates-Teff az Smiting Stone-os srácok. Tudom. 6 Smiting Stone, 3 kell hozzá. Na, jó. És most? Most kéne menjünk. Voltunk fent az Altus Platón. Ugye? Igen. Van itt egy... várjátok. Itt lent, itt hagytunk ki Earthly Sentinelt, ugye? Ezt itt kihagytuk, igaz? Van egy 9-es kélitbe? Amúgy merre van a 9-es Somber Smiting Stone? A torony aljában. A torony. Oké. Okay. Legfelül a híd után balra egy golyóban. Golyó? Az a torony? Az oszlop mellett? A sezlonnál? De ezt, itt van egy Tree Sentinel, nem? Hú, bazd, megvan! Nem láttam! Bocsi. Kicsit jobban kapja most. Én is jobban kapom, de a fél élete lerepült be az meg két lövésből, úgyhogy jó lesz ez, csak ő is van satol. Most nem tudom, mit csinál, valamit.
Szóval ott van. Az első lövés miért nem találtál amúgy? Várjatok! Igen. Rengeteg HP marad, nem tudom, megvárom. Tudjátok, mi még a furcsa, amin... Most se találtam el, ugye? Ugye most is azt mondta, most is így elkapta a cucc, és nem ment be a damage. Nem de. Oké, kösz. Valaki meghalt. Jó. Nagyon lassan build-up-val ez a kibaszott... Emlékszem, hogy jól vagyunk. Oké. Szóval... Ide megyünk, srácok, ide. Erre a részre, ugye? Valahol. Lol, maga, köszi szépen. Note Crusher, Charlin, Tincs, Supersonic, még egyszer nagyon köszi. Áó. Ebben a toronyban, srácok, itt memory slot van? Amúgy.
Mert akkor azt is trükkös, neki lehet nyitni, nem? Meg itt van lent egy bonfire is. Fel lehet menni rá az ugrós tucból? Tőle? Érdekes. A toronyra? Mert én úgy tudtam, hogy ennek van amúgy. Ó, oh, van amúgy saját módszere. Na már szét, basz mindent. Ivóvíz, lomoka, notatikusra még egyszer, nagyon szépen köszönjük. Kéne nekem valami páncél. Lehet, hogy egyelőre jó lenne ez a death cucc. Ami kicsit fizikabban, a Royal Remains. Amíg nincs valami durvább cuccunk. Talán. Á, így nem tudjuk, megyhába. Igen, ez így gondos. Így meg túlságosan csillog a lábunk az esőben. Az a baj, hogy ez így nem jó. A Gatskin-es cucc is jó lehetne. Várjátok, nézzük meg a Gatskin-nek a full cuccát. Az vagy a Gatskin cucc nem véd semmi ellen, ugye? Nem, az lószart nem véd. Pedig vicces. Oké. Okay. El a víztornyába vegyük fel a szettet. Amúgy ez nem is olyan nagy baromság, mint ahogy hangzik.
ivóvíz cucc jó, csak annak nem tetszik a kalapja. Tudom, hogy ez nagyon gáz, de én nem akarok olyan armor szettet, bazd meg, ami... Na, majd visszajövök ide akkor mindjárt. Nem akarok olyan armor szettet, amiben belelóg a kard. Ha? Szerintetek az nem gáz? Tudom, hogy jó a stat, de bazd meg, a kalap nem jó. Átlóg rajta ez a kurva kard. Minden ilyen nagy kalapba belelóg a kard. Tök béna. Nem tudom, rohadtul zavar. Mi van veled, Blind? Hú, bazd meg! Én erre most így nem voltam felkészülve. De most Blindnak jó, hogy ezt csinálja? Igen, de Selene questlineját azt majd a Volcano Manorbe tudjuk folytatni, nem? Akkor most hogy jön az ide? Mondjuk Blythe-nak a páncélja is kurva menő lenne egyébként, mert rohadt jól néz ki, csak az is túl nehéz, nem? Nem nehéz? Ennek a tetején van Selene páncélja? Meg... Ja, nem itt van. Oké, na nézzük csak. Na már heavy load vagyok. Már heavy loadok vagyunk. Szerintem a lábbal együtt már ilyen... Igen. Így medlód. Nem rossz, nem rossz. Ezeknek túlságosan sok a negatív cucca. Igen, már ennyivel heavy loadok vagyunk. Akkor menjünk egyelőre most így. Szóval majd lesz valahogy. Dani Urbán, Pap László, PG, nagyon szépen köszi neked is. Jó, akkor itt... Nem tudom, mennyire kemény itt ez a Nice Cavalry, ami itt van. Szerintem ez nagyon kemény Knights Cavalry. Ez most komoly.
történt? Valami volt, láttátok? Nem ezt akartam megnyomni. Azt hiszem, értem. Azt hiszem, értem. Láttátok ezt ilyen? Ez tipikus Magic Build-re nagyon király. Oh, I get... És mazeg, hát vágod, nincs este. Van, szarom le. Majd visszajövünk ezért is. Megpróbálom megszerezni azt a... Azt a követ, amit mondhatok. Ott egy sárkány, és itt nem volt egy gargoly, amúgy. Egy igazi geci gargoly. Nézzük ezt a sárkányt, hogy ez mennyire gáz. Ez a sárkány szerintem nagyon. Mit csinál ez a sárkány a farkával? Valamit csinál? Hű, geci! Mi csinálsz már megint? Elment az... teljesen elment az egyszer! Megveszett. Mi csinálsz? Most kaptél tüzet? Magadnál vagy! Fejezd be! Jó, semmi baj. Baszd meg! Ó, hogy a kurva anyárat, és nem mondja meg. És szerinted meddig csinálná egyébként? Ha? Mégis meddig? Hogy így, nem tudom, tehát hogy gyalog vagyok, nagyon pici. Hogy meddig verít magát, bazd meg, mint egy elme baszott... Ah, forever!
harmadik tűzakádás. Közel hozzá? Az előbb nem csináltam, amikor először próbáltuk. Akkor egész jól ment. Miért kéne átmenjek a másik oldalára a hídnak? Onnan könnyebb? Kétlem. Igen, a positioning miatt van. Közelebb kéne menjek. Tud úgy küzdetek át, hogy okád, és a végén ezt, hogy... Szóval, milyen int van még? A mage-et abszolút tanulom, azért kérdezem. Int, strength, int. Én azt hittem, a strength a strength. Igen, de izgalmas ez a sárkány. Ki lehet ezt nyírni, csak kell hozzá egy kis rönögő. Mi van? Semmi papit szab ki, jó? Semmi baj. Áó. Meghalunk. Nem halunk, jó?
izgalmas ez? Vagyis vannak ennek izgalmas részei? Az ember, ha challenge-et keres, talál. Most nagyon szépen elkaptuk. Az volt a titka az egésznek, hogy nem hogy közel kellett menni, mert még közelről is megállás nélkül csak tüzet okárat, hanem alá. Úgy kellett menni, hogy hozzáérjek a péniszéhez. Jó, most a mindot kell majd húzni, meg az endurance-re. Adok egyet endurance-re. A vigort azt feltöljük 30-ig, aztán utána zárjuk a minddal. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Szóval azt mondjuk, erre kell menni ahhoz a titkos gyilkos cucchoz. Az a baj, itt lesz egy nagyon-nagyon rossz dolog nekem. Én ezt már most tudom. Mert ez abszolút cumizó lesz. Azt nem tudom, hogyha bemegyek, ott van bonfire, ha bemész, nem? Nincs nyitva? Jó, hogy nincs nyitva, bazd meg, hát ki kell nyitni a ajtó. A gargoyt meg se éri megpróbálni? Ha! Ez személyesen meg... Na mindig... Adok neki, nesze. Persze, death, jó, oké. Clomark, Seal, Beast Eye, jó van. Feed me more, jó van, ettél, nagyon jó. Na. Az a baj, ez egy igazi bánat. Nem tudom, meg tudjuk-e ölni. Nagyon fog fájni, azt tudom. Hát igen. Mi szúrt a pofán? És azok nem tud fellőni ezzel a szarral? Mi az Isten van? Ez szabályellenes. Ez mi ez a nagy... Beszartam, bocsi. Én néha ilyeneket csinálok. Halál! Kifogyott a pöcköm. Imagine! És nem lehet arcba szúrni. Milyen durva? Basz meg! Ez veszedelmes! Na jó, van már faszomat! Mi már mi volt az anyád tehervonat, baszki? Hát felkúrta a lépcsőn az anyjába! Semmi baj.
megittem a Physic Potion-t, basznek. És így, nope. Pedig közel voltunk az előbb már hozzá, nem? Ha belegondoltok. Után, tehát critical damage után, riposzt után, bazd meg, hamarabb megöl, mint hogy beleinnék a flaskbe. Az hogy? De hogy? De hogy? Oké, értem, hogy messzebb kéne menjek, milyenek, de azért így nem tudom. Hogy is jön? Nem látok. Stamina? Ó, bassza meg, lesz jól elkúrtam. Ez hány tonna téglán vágott most át? Kivágta, bassz meg? A csemperagasztót. Alaola. Ez a kezdeti stagger. Amit rárakunk. Aha, most már nem megy rá. Igen, úgy van. Semmi baj. Ezeket is csak fizikailag le lehet nyomatni, mi? Pedig tök jó lenne a... Na, mindegy. Ezzel is megy a stagger. Aha, és nem áll meg tőle, jó. Kicsit izgultam. Akkor nem lesz! Azt az előbb, amit csináltál, mert veszerak! Ah! Mi történt?
nem hagyja abba! Nem faszott ez, faszek! Elkezdte a lépcsőn lent csinálni, és aztán valahogy fent lett vége. Amúgy az összes enemy egyébként így van, hogyha megfigyelitek, hogy azért ilyen rohadt erős a Roxling, mert kb. Mindegyik physical damage-re gyenge, a magic az... Jó, majd, később. Egy. Kettő. Három. Na mindegy. Most van meg. Megittem mindent. Marv. Mit csinál? De miért tud átütni mindene? Mindenen, az összes tereptárgyon. Nem tudom. Nem látok! Na még egy try, aztán majd a legközelebbi. De ez tényleg nagyon nehéz. Nem fogom tudni elkapni. Jó, nem, ez így jó lesz. Nekem, de tudjátok, nem kell lesz, hogyha nem muszáj. Még láttad, ahogy Dodge közben így fordult, és ugye elvileg azt ugye a lépcsőn kellett volna elengedje lent. Egyébként. Szerintem biztos, hogy jövök többet. Ez van. Kobuki, Zsulil, Lias, Gamer Kittus, DJ LBP 19830 660. Nagyon szépen köszönjük. Bunyász, Dani Urbán, nagyon szépen köszi. Ratön, nektek is nagyon szépen köszönjük. Remélem, senki se maradt ki. Srácok, a héten már nem fogunk Elden Ringezni, mert nem lesz rá idő. Végül is haladtunk, meg lett a fegyver. A sorrendet, hogy milyen sorrendben induljunk el a bosszok során, azt így most a backseatből nem tudtuk kitalálni, de úgyis még írnom kell, hogy mi az, amiket megöltem, hogy ne felejtsek el semmit, és akkor majd ez alapján összerakom következőnek, hogy milyen sorrendben menjünk kitakarítani Limgrave-et, meg ilyenek, mert úgy azért csak tempósabb lesz, hogyha megvan a plan, de azt majd én összeírom magamnak, csak előtte szerintem megpróbáljuk kinyírni ezt a gargoyt mindenféleképpen. Meg talán még megszerezzük azt az izét.
Na mindegy. Látjuk majd, hogy hogy alakul a hátralévő része a hétnek. Mondom, még lesz Dragon's Dogma, Rise of the Ronin és Alone in the Dark is, amit végül valószínűleg én fogok csinálni, mert Jani szerintem nem fog foglalkozni vele, úgyhogy azzal majd én fogok játszani, csak nem tudom, hogy a szerda, csütörtök, pénteki megjelenéseket hogy lehet, nem, fogalmam sincs, de majd megmondjátok, hogy melyik érdekel titeket. Holnap megúszós Tomb Raider van, de hogyha bármihez kapok early-t holnapig, akkor nyilván ez változni fog, de ez már úgyis csak a levegőbe megy. Majd találkozunk reggel, srácok. Köszi szépen, hogy itt voltatok, köszi a figyelmet. Na, szevasztok!